Bámulatba ejtette tolnai közönségét is Kovács Aliz. A kicsi lány fergeteges energiával énekelte végig az estét, mintegy 3 órás koncertet adott a Magházban. A fiatal paksi tehetség a Bodajki Hangszíntér Művészeti Iskola 16 éves diákja. 7 éve énekel. A Fehérvár hangja tehetségkutató megmérettetésre az iskoláján keresztül jutott el tanára unszolására. Szeptemberben volt egy előválogató, akkor 50-en jelentkeztek, és onnan csökkent le 24-re, azt hiszem, és volt novemberben elődöntő, arra saját magunk készültünk fel mind a kettőre, a válogatóra is, meg az elődöntőre is. 2 dalt kellett választani, egyet adtunk elő, és hát onnan az elődöntőből válogattak ki a döntőbe 12 embert, és ott már teljes nagy felfordulások voltak, mert mindenben segítettek, énektanárunk volt, tánctanár, szervező az egészben, hogy milyen dalt válasszunk, a zsűri is segített, javaslatokat adott nekünk, hogy mik állnának jól nekünk. Nagy-nagy lendületet adott az már, hogy bejutottam a döntőbe, és egy Alicia Keys számot választottam, a How Come You Don't Call Me. Eredetileg nem ezt szerettem volna énekelni, nagyon nem, hanem a Herbel egy dalocskát, de sajnos ezt nem engedték a szervezők, mert sok-sok probléma volt vele, hogy több szólamban van, meg elején van egy basszus szóló, és ez nem lenne szerencsés egy ilyen döntő. Úgyhogy mikor volt még az elején, hogy milyen dalokat választanánk, akkor mondták, hogy írjunk le 3 dalt, és akkor abból választottak nekem egy számot, hogy azt énekeljem, inkább az jól állna nekem, úgyhogy ezért választottam azt, és énekeltem, de jó választás volt, mert olyat még soha nem énekeltem. Ez egy nagyobb ívű szám, és picit nehéz is volt, mert nincsen benne dallam, ami egy embernek, ember fülének annyira nem jó és nem fülbe mászó, ezáltal lehet, hogy nem annyira tetszik a közönségnek, úgyhogy féltem is ettől, hogy hát ha ezzel így elrontom az egészet, úgyhogy semmi esélyem nem lesz, de pont az ellenkezője történt, mert mivel annyira nagy technika volt benne, meg sok nehézséget mutattam meg a hangomban, így pont, hogy ez volt a zsűrinek a jó pont, hogy nem csak egy egyszerű kis daloskát énekeltem. A művészeti igazgató az egyik zsűri volt ott, és hát mindenkit buzdított arra, minden énekes buzdított arra, hogy jelentkezzetek, mert ez egy nagyon jó móka, sok ismerettséget kapunk, tapasztalatot is szerzünk az éneklés terén, meg a színpadi jelenlétben is, úgyhogy ezáltal jutottam el oda, és lettem Fehérvár hangja. Pop, rock, blues. Aliz sokoldalúságát mutatja, hogy bármelyik műfajban megállja a helyét. A tehetségkutatóról sok-sok tapasztalattal a tarsolyában tért haza. Önbizalmat adott, mert azért az, hogy mindig itt Pakson, a környékbelieknek énekeltem, úgy gondoltam, hogy egyfajta elfogultság van bennük, hogy azt mondják, hogy jó vagyok, és hogy szépen énekelek. De az, hogy most teljesen ismeretlen közönség előtt énekeltem, és ők mondták azt, hogy ez már pedig jó, ez még egy löketet adott előre, és felfel a lépcsőn, hogy ezt kell csinálnom, és most sokkal büszkébb vagyok arra, hogy énekelek. Nagyon kiskorom óta énekelek, mindig is, amikor kisebb voltam, musicaleket énekeltem anyáiknak, Római és Júliából, mindenféle musicalt előadtam, és hát ők adtak be a Csekek Lárához, hogy jól van gyerekem, tanuljál énekel, mert úgyis ez szereted. Úgyhogy Csekek Lára által kezdtem el énekelni, ő segített
7 éven, 8 éven keresztül előre az utamban. Úgyhogy ha ő nem lett volna, akkor talán nem is állnék most itt. Jövőben nem tudom, hogy zenével szeretnék-e foglalkozni. Sok mindent ki szeretnék még próbálni. Az biztos, hogy nem fogom elhanyagolni az éneklést, és hobbiként mindig csinálni fogom, de az, hogy mennyire szeretnék ezzel előre menni, abban még nem vagyok biztos. De most jelenleg Kodolányi Egyetemet néztem ki, énekszakot, meg talán a Liszt Ferenc Akadémiát is megpróbálnám. A tolnai közönség a fülbemászó dallamok hallatán hamar táncra pertült. A Liz három formációban is énekel, ezúttal az Electric Soul-lal lépett fel, 2 éve tagja az együttesnek.